Halondon nagyon unom már, s a néném este löncsre vár, bömböri, bömböri, bömböri hív. És már is indulok hozzá, a drága ember nagy beteg, s én fáradtságot nem ismerek, bömböri, bömböri, messze él. De megyek hozzá mégis, Jackie Boy mondja, ugye jó, nagyon érted, értem, ugye kitüdő, ilyen bömböri él. Ha köt van, napsüt, hulla hó, én ápolom, mert a szívem jó, bömböri, bömböri, bömböri vár. De nem tűröm, hogy vár, az én fejemből pattant elő, mint Vénzeuszból az istennő, bömböri, bömböri, bömböri nincs, de így szép éle az élet. Csegi boly van csak, ugye jó, nagyon jó, érted, érted, ugye kitűnő, hát éljen, bömböri éljen, tehát érted jól, persze érted jól. Érted, ugye mit idő? Hát éjjel bömböri, éjjel bömböri, éjjel bömböri, éjjel. Ha például a szegény bömböri ma nem érezné magát olyan rosszul, akkor ma este Augusta néninél kellene lennem, és nem vacsorázhatnék veled a Wellis Hotelben. Wellis? Hát eddig erről szó se volt. Mert te olyan szórakozott vagy, hogy mindig elfelejted meghívni az embert. Ez nem helyes. Az emberek semmit sem vesznek olyan rossz néven, mint ha nem hívják meg őket. Én okosabbnak tartanám, hogyha ma este Augusta néninél vacsoráznám. Ezzel mágában sincs. Hétfőn nála vacsoráztam, és hetenként egyszer rokonoknál vacsorázni teljesen elegendő. Különben is, amikor náluk vacsorázom, úgy kezelnek, mint családtagot, és vagy nő nélkül maradok, vagy kettőt is akasztanak a nyakamba. Arról nem is beszélve, hogy előre tudom, hogy ki mellé fog ültetni. Ma este például Ferber Méri lenne a szomszédom, aki mindig saját férjével flörtöl az asztal fölött. Megfigyelted már, hogy ez a szokás egyre jobban elterjed? Nagyon illetlen dolog, és nem is valami mulatságos. Már szinte botrányos, hogy Londonban milyen sok asszony flörtöl a saját férjével. Aztán meg most, hogy már tudom, hogy milyen meggyőződéses bömbölista vagy. Szeretnék veled egy kicsit elbeszélgetni a bömbölizmusról. Hát csak, hogy öregem, én nem vagyok meggyőződéses bömbölista. És amint Gwendolyn hozzám jön feleségül, én azonnal elteszem az öcsémet láb alól. Én kezdett egy kicsit terhemre lenni az öcskös. Cecily már túl sokat érdeklődik iránta. Melegen ajánlom neked, hogy tedd ugyanezt te is. Isten őriz! Majd hát ha valóban megházasodol, amiben én őszintén kételkedem, te is örülni fogsz majd Bömböri úr ismeretségének, aki megházasodik anélkül, hogy ismerné Bömbörit. Arra nagyon unalmas jövő vár. Hát ez bolondság. Ha nekem olyan feleségem lesz, mint Gwendolyn, én nem nagyon fogom óhajtani Bömböri úr ismeretségét. Akkor majd a feleséget fogja óhajtani. De úgy látszik, nem vagy tisztában azzal, hogy a házassághoz nem elég két ember, szükség van egy harmadikra is. Ezt az elméletet az erkölcstelen francia dráma hirdeti 100 éve. Úgy van! És a boldog angol otthon bizonyítja 50 éve. A cinizmus a legkönnyebb dolog a világ. Kedves barátom, manapság semmiféle izmus nem könnyű. Ó, ez biztosan Augusta néni lesz, csak rokonok és hitelezők csengednek ilyen megrázó, Wagneri stílusban. Mondd kérlek, ha 10 percet kiviszem a szobából a nénit, hogy te ez alatt megkérhesd Gwendolyn kezét, meghívsz ma a Wellishez vacsorára? Hát, ha ragaszkodol hozzá. Jó, csak aztán ne komolytalankodj vacsora közben, ki nem állhatom azokat az embereket, akik az evés nem fogják fel elég komolyan. Az inas lép be. Lady Bracknell és Miss Fairfax.